A 8 legjobb együttes jutott a Decathlon Konyha Műbelvárosi Terembajnokság szuper döntőjébe, ahol előbb két 4-es csoportban szerepeltek a csapatok, majd jöhettek a helyosztók. A bronzmeccsen a Marsó 2-0-ra verte a Nyíressel KFT-t és harmadik lett. A döntőben hatalmas csatát vívott a Headband és a Royal Birch. A mindent eldöntő gól az utolsó percben szabadrúgásból született, mellyel a Headband lett a bajnokság győztese. Voltak gyengébb csapatok, de azért általában az egyik fele az mindig nagyon nagy mérkőzést játszott. Látszott az, hogy utolsó előtti fordulóig, sőt még a 9. fordulóban is nem volt csak egyetlen egy bajnokunk, és 200%-os volt a végére, már csak egy maradt a Royal Birch-nak a csapata, akik úgy kerültek be a döntőbe, hogy teljesen 100%-osok voltak, de itt végül is egy góllal veszítettek a döntőbe a Headband ellen. A Headband középút KFC csapata nagyon egyensúlyozott teljesítményt nyújtott az egész bajnokságba. Egyetlen egyszer veszítettek pontot, de akkor is azért, mert csak az egyik fele volt itt a csapatnak, mert teremtornán voltak. Az elmúlt időszakban több létesítmény is megújult, így az együttesek jó körülmények között játszhatnak. A hangulat és a versenyszellem is nagyon profi volt itt az amatőröknél. Évek óta tudjuk, hogy milyen intenzív ez a kispályás foci bajnokság, és ugye télen pedig ez terembajnokság. Elhangzott, hogy 200 meccs volt most, és most lett a vége. Nagyon fontos, és az is fontos, hogy felújítottuk ezeket, 17 tornatermet újítottunk fel a városunkban. Azért itt is egy egészségtelen padló volt, és most már ilyen programokat akár párhuzamosan is tudunk szervezni és rendezni. A szabadtéri és a terembajnokság is nagyon népszerű. Előbbiben több mint 100, utóbbiban 40 csapat indult. Itt Nyíregyházán több mint 115 csapat van, ez is a legnagyobb számú majdnem az egész országban, tehát a harmadik Budapest és Debrecenen kívül, és ez is azt jelenti, hogy nagyon fontos volt a múltban is, és a jelenben is az, hogy átadjuk azt a fiataloknak, hogy jöjjenek, sportoljanak, akár a labdarúgást is választhatják, ezzel leszünk még eredményesebbek, hiszen hogyha minél többen sportolnak, akár labdarúgásban, akkor egyre eredményesebb lesz az utánpótlás nevelés és az élsport is. Úgyhogy itt most ugye 40 csapat jeleskedett, és a legjobbak közül került ki a szuperkupa döntő során a legjobb a győztes, és ennek is nagyon örülünk, mert ez a hangulat, amit megmutatkozott és mutatja, hogy a labdarúgásnak és a sportnak a közösség teremtő ereje a legnagyobb. Amennyiben az időjárás megengedi, március végén már kezdődik a szabadtéri idény, és az is eldőlt, hogy nyáron ismét lesz strandfoci torna Sóstón.